Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Napelempark közel 150 millió forint állami támogatásból fejlődött Sárpilis. Halálos baleset, Úszd belterületén gázoltak el egy idős férfit. Bátorság napja, a legkisebbeket várják a most induló gyermekprogramba. Tanévnyitó, több száz gyerek tudása bővül a múzeumban. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A magyar állam 150 millió forintos támogatásával alakította ki napelemparkot Sárpilisen egy 1 hektáros területen. Az ott termelt áram nagyjából 200 háztartás éves energiafogyasztását képes kielégíteni. A napelempark már üzemel, és a kivitelező szerint nagyon jó számokat produkál a létesítmény. A felvételeken is jól látszik, hogy még egy esős napon is termel a sárpilisi napelempark. A szeptemberi hónapban pedig összesen 55 megawattot termelt a létesítmény. Ez a napelemes beruházás 560 kW teljesítménnyel jött létre, ami körülbelül egy 200 háztartásnak az éves villamos energiafogyasztást fedezi. Hát azt gondolom, hogy ez sárpilisi lakosság fogyasztásánál többet termel, de a falut mindenképpen ellátja, úgyhogy a falu zöldüléséhez mindenképpen hozzájárul. Nagyon sokat segítette a kivitelező munkáját a helyi önkormányzat, aki biztosította a területet, és a magyar állam kamattámogatása. Az állam egy úgynevezett kedvezményes kamattal támogatja ezeket a beruházásokat, és hogyha a megtérülést vagy a hitelnek a futamidejét nézzük, amit jelen esetben 10 év, azért a 0%-os kamat, én azt gondolom, hogy mindenképpen jelentős, lehetőséget nyújt, sőt inspirálja az ilyen típusú beruházásokat, hiszen azért az nem mindegy, hogy a megtérülés az mikor következik be. A sárpilisi 500 kW napelemes kiserőmű az állam 149,5 millió forint kamattámogatásával valósult meg. A beruházás körülbelül 200 háztartásnak az éves villamos energiafogyasztását fedezi. A Tolna megyében működő oktatási intézmények és civil szervezetek bevonásával zajlott felzárkóztatási fórum Szekszárdon. A Tolna megyei közgyűlés szervezésében megtartott találkozó célja, hogy visszaszorítsa a középiskolai oktatásból kimaradók számát. Ribányi József, a megyei közgyűlés alelnöke azt mondta, hogy az ehhez szükséges források és módszerek rendelkezésre állnak. A megyei önkormányzat tulajdonképpen 65 millió forintot nyert egy EFOP-os pályázaton. Itt a pályázatban lehetőségünk nyílik arra, hogy a megyében működő civil szervezeteket, különböző intézményeket, hatóságokat összefogjuk, fórumokat szervezzünk, hiszen ha például az iskolákat nézzük, akkor mindenképpen fontos lenne 10% alá vinni a lemorzsolódást. Ez azért is jó, mert hogyha az iskolákban tudjuk tartani gyerekeket, ebben mindenképpen segítjük a magyar iparnak a további fejlődését. Egész nap az utakon gyalog és járművel közlekedőket ellenőrizték a rendőrök az úgynevezett Edward nap keretén belül. A nemzetközi kezdeményezés célja, hogy 24 órán keresztül senki ne halljon meg közlekedés közben. A katasztrófa védelem pedig a Biztonság hete nevű programsorozathoz kapcsolódott. Ezzel a 9-14 éves gyerekek figyelmét hívták fel a rájuk leselkedő veszélyekre, és arra, hogy miként lehet azokat megelőzni. Egész nap Tolna megye valamennyi városában ellenőrizték az autósokat a rendőrök, akinél pedig mindent rendben találtak, annak egy antennára húzható zöld szalagot adtak. Ahol pedig kellett, ott segítették is a közlekedőket az egyenruhások. A nemzetközi Edward napnak ugyanis éppen ez volt a lényege, hogy a rendőrség 24 órán keresztül mindent megtegyen azért, hogy senki ne halljon meg az ország útjain. Ennek a programnak az a lényege, hogy ezen a napon közúti balesetben senki se veszítse életét. Az Edward programot több éve szervezik már meg, és a mai napon Szekszárdon, illetve a Tolna megye valamennyi városában kollégáink fokozott ellenőrzéseket tartanak.
Katasztrófa védőkkel együtt folyták a lufikat a szekszárdi diákok, a helyi gyakorló általános iskolában egésznapos 9-14 éves gyerekeknek szóló játékos programsorozatot szerveztek a megyei katasztrófa védelmi igazgatóság munkatársai az Edward naphoz kapcsolódó biztonsághete részeként. A program célja az, hogy a szervezők felhívják a fiatalok figyelmét az őket körülvevő veszélyekre, hogy mit tehetnek ezek megelőzésére, illetve hogy a saját biztonságukért ők maguk is felelősek. A biztonság hete idén Magyarországon szeptember 28-áig tart. Halálos baleset történt Uszt belterületén, egy 89 éves helyi férfit gázolt el egy autó, miközben az áldozat az úttest egyik oldaláról a másikra próbált átsétálni. A forgalmat a helyszínelés ideje alatt az érintett útszakaszon rendőrök irányították. Egy személygépkocsi vezetője közlekedett Uszt településen Kajdacs irányába, amikor nem észlelte időben, hogy az úttesten egy idős férfi sétál, és a férfit hátulról elütötte. A balesetben a 89 éves helyi lakos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Közmunkára ítélt a bíróság egy orvhalászt. A 39 éves bogyiszlói férfit júliusban érte tetten Tolna közelében a Lehőci Dunánál egy halászati felügyelő. Az orvhalász tiltott úgynevezett nyakzóhálókat helyezett a vízbe, ezeket vette észre az ellenőr. A hálókban több mint 20 kg különböző fajtájú hal volt, ponty, süllő és szürke harcsa. A rapsic több mint 74 ezer forint kárt okozott, és mivel a halak elpusztultak, a kár nem is térült meg. A szekszárdi járásbíróság a vádlottat lopás vétsége és orvhalászat vétsége miatt jogerősen 312 óra közérdekű munkabüntetésre ítélte. A vádlottal szemben a bíróság súlyosító körülményként értékelte, hogy többször volt már büntetve, különböző vagyonelleni bűncselekmények elkövetése miatt, valamint a halmazati elkövetést, tehát hogy egy cselekményével kettő bűncselekményt is megvalósított. Azonban enyhítő körülmény a beismerő vallomása, illetve hogy tettét megbánta és kártérítési hajlandósága. Az ítélet jogerős. Ősszel tárgyalhat a parlament arról, hogy miként lehessen felszámolni az osztatlan közös tulajdonú földterületeket. Erre azért lenne szükség, mert a privatizációs időszakban kárpótlásként kapott földeknek akár több tucat tulajdonosuk is lehet, ami birtokvitákra ad okot. Az egykori tulajdonosok közül ugyanis sokan már nem élnek, és gyakran az amúgy is kicsi földterületeket még apróbb részekre kellett osztani, ha azokat többen örökölték. Tolna megyében több mint 2400 osztatlan közös tulajdonú földterület van, ami nagyjából 40.300 hektárt jelent. Deák Dániel, a 21. század intézet politikai elemzője tartott előadást Bonyhádon a közelgő önkormányzati választások várható eredményéről és kimeneteléről. A politológus azt mondta, még mindig nagy a bizonytalanok száma, ezért egy párt sem dőlhet hátra a kampányban, még ha a számok a kormányoldal győzelmét is jelzik előre. Véleménye szerint ez a választás elsősorban az ellenzék számára bír nagyobb téttel, mert súlyos veresége esetén a következő országgyűlési választásra is kihatással lesz. Jelen pillanatban most sokkal inkább szól ez az önkormányzati választás arról, hogy az ellenzék miként fog kinézni 2022-re. Most az látszik, hogy a demokratikus koalíció Gyurcsány Ferenc vezetésével igyekszik teljes mértében átvenni az ellenzéki vezető szerepet, igyekeznek ők dominálni az ellenzéki párbeszédet, és hogyha ez most sikerül nekik, mondjuk Karácsony Gergely megbukik, és azután a DK szervez újra az ellenzéket, akkor már egy teljesen más felállást fogunk látni ezen a térfélen, mint korábban. Bátorság napja címmel a kihívás napjához hasonló országos rendezvénysorozat kezdődik a hétvégén, melynek Szekszárd lesz az egyik állomása. A célközönség ezúttal a legfiatalabb korosztály. A Szent Mihály naphoz kötődő programok során az életkori sajátosságoknak megfelelő kihívásokkal kell a gyerekeknek megküzdeniük. A Hári Mese Fesztivál után újabb nagyszabású gyerekprogramnak adhat otthon Szekszárd. A város közgyűlése nemrégiben 114 millió forintot osztott szét, mely jelentős forrás biztosít majd a már működő vagy a civil szféra által életre hívott új programoknak. Ilyen a bátorság napja is. Hallgéva a polgármester azt mondta, jelentős támogatás ez, mely a lakosság magasabb szintű szórakoztatását segíti elő.
a város lakossága számára is újabb lehetőségeket biztosít arra, hogy még több rendezvényen tudjon részt venni, színesebb, szabadidős programokat biztosít. És természetesen azért segítség a civil szervezeteknek, mert már korábban általuk megrendezett rendezvények finanszírozását biztosítja, ugyanakkor új rendezvényeket is tudtunk ezáltal bevonni a rendezvénysorozatba, az éves rendezvénynaptárba. A Bátorság napjával a legfiatalabb korosztályt célozták meg a szervezők, olyan programokat, játékokat állítottak össze, melyek a gyerekek képességeinek figyelembevételével állítja őket kihívás elé. Abszolút nekünk az volt a célunk, hogy ez ne egy verseny legyen, ne a versengésről szóljon, hanem inkább saját magát próbálja a kis Lurkó legyőzni, és ezért is találtuk ki, úgy, hogy nem kell az összes akadályt teljesíteni ahhoz, hogy az elismerő oklevelet és az érmet megkapják, hanem elég, ha kicsit belekóstolnak és a saját félelmeiket vagy ügyességüket fitoktatva teljesíteni tudják a játékokat. A társszervező Babits Kulturális Központ igazgatója Zsiko Zoltán arról szólt, reményei szerint ez a rendezvény is eljut majd a Hári Mesefesztivál ismertségének szintjére. Szépen indult az év a Hági János Mesefesztivállal, ami az ország talán egyik legnagyobb gyermeknapi kavalkádja, és nagyon szép lezárása lesz ez a fesztivál szezonunknak, hogy a Szent Mihály napi bátorság nappal zárjuk tulajdonképpen ezt az időszakot. Én kívánom, hogy ez a rendezvény is lépjen a Város Marketing gyémántdíjas rendezvények sorába. Az első szexuális bátorság napra október 5-én kerül sor a Szexuális Prométheusz Parkban. Évente több száz gyerek tudását bővítik a múzeumpedagógiai oktatások során. Minden jelentős kiállítás alkalmat biztosít a megszerzett tudásanyag bővítésére. A mai múzeumi órák már másmilyenek, hiszen a gyerekek figyelmét nehéz lekötni. Mindenről a Szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeum múzeumpedagógiai tanévnyitóján beszéltek a szakemberek. Majd minden időszaki kiállításhoz kötődően tart foglalkozásokat a Vosinszky-Mór megyei múzeum. Minden egységében külön múzeumpedagógus foglalkozik a gyerekekkel, és van külön németül előadást szervezető szakember is. A múzeumpedagógiai módszerek megváltoztak, hiszen nehéz a virtuális világhoz szokott ifjúság figyelmét lekötni, mondta az idei múzeumpedagógiai tanévnyitón Ódor János Gábor igazgató. Hatalmas verseny folyik ilyen szempontból, nem jó szó, de mégis talán ezt lehet mondani, részben a gyerekeknek a kétségtelen meglévő leterheltsége miatt, és a rendkívül sok inger, ami éri őket a mai 21. századi világban, hogy a múzeum tud-e olyan releváns élményeket adni, ami a gyerekek számára is élmény ténylegesen. A mindentestemnek semmit a kéznek elve régen elavult. A mai oktatási formákban a lehetőség szerint mindent a gyerekek kezébe kell adni, mert az élmény alapú ismeret átadás hozhatja magával, hogy lesz jövőben is látogatója a közgyűjteményeknek. Mi a gyerekekre egyebek mellett úgy is tekintünk, mint a jövendő múzeumlátogató felnőtt közönségre. Tehát azt, hogy amit egy gyermek megtapasztal egy múzeumban, az a felnőtt életére is igenis hatással lesz. Jelenleg az erdélyi ezüst és aranypénzeket bemutató időszaki kiállításon fogadja a látogatókat a Vosinszky-Mór megyei múzeum. Regionális híreink következnek. M6-os autópálya hosszabbítás, M9-es gyorsforgalmi út, Dunahíd, közlekedésfejlesztés Mohács térségében. Vathús ételekkel kínálták az iskolásokat, a pécsi ANK-ba érkezett a népszerűsítési akció. Rekordszámú jelentkező a polgármesteri posztért, 8-an indulnak a címért Őrtilosban. Az M60-as autópálya szakasz meghosszabbítása, az M9-es gyorsforgalmi út tervezése, a Dunahíd kivitelezése. Ezek voltak a központi témák egy Mohácson megtartott sajtótájékoztatón. Az eseményen Mosóci László tartott részletes beszámolót a beruházások jelenlegi állásáról. A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár kiemelte, ha megvalósulnak ezek a fejlesztések, felélénkül a térség gazdasága is. A közúthálózat fejlesztéséről, üzemeltetéséről számolt be Mosóci László Mohácson. A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta, stratégiailag fontos cél az M6-os autópálya meghosszabbítása az Ivándárdai határmetszési pontig. Ez a projekt szerepel az útprogramba, Európai Uniós társfinanszírozással, építési engedély van, kivitelezési tervek rendelkezésre állnak, a közbeszerzés a közeljövőben indulhat, és az építkezés 2022
végéig be lehet fejezni. Horváth Zoltán kormány megbízott kiemelte, a szakasz meghosszabbítására vonatkozó építési engedély 2018 óta rendelkezésre áll, melyben nagy szerepet játszott a Baranya megyei kormányhivatal. A kollégáink örökségvédelmi szakterületen, környezetvédelmi szakterületen mindenféle hatósági eljárásban kiadták az erről szóló végzéseiket. Jelen pillanatban gőzerővel dolgozunk a kisajátítási eljáráson, nem lesz egyszerű feladat, közel 430 ingatlant érint a kisajátítási eljárás. A tájékoztatón Szekó József Mohács polgármestere emlékeztetett, hamarosan elindul a Mohácsi Duna híd építése is. Öröm számunkra az, hogy a Mohácsi híd program elindult. Jelenleg a tervkészítés folyik, a kormány 1,5 milliárd forintos keretösszeget biztosított erre a programra. Ennek keretében Mohács rákapcsolódhat majd a jelenleg előkészítés alatt álló M9-es gyorsforgalmi útra. Az új sztráda megépülésével a térség gazdasági helyzete is javulni fog, hangzott el az eseményen. Mint azt Vári Attila, a Fidesz-KDNP ÖPE pécsi polgármester jelöltje kiemelte, a nagyvárosok közötti közlekedési lehetőségek Pécs régió vezetői szerepére is kihatnak. Mi ezt nem városok kárára, hanem közösen együtt szeretnénk fejleszteni, és közösen együtt mi felelősséggel tartozunk az itt lévő kisebb városok vagy települések, a Baranya megyei városok és kistelepülések ott élő emberei felé. Az M9-es gyorsforgalmi út ugyanis a tervek szerint Pécstől nyugat felé Kőszegig, kelet felé pedig egészen Debrecenig tart majd, így összekötve a nagyvárosokat, megkönnyítve a közlekedést, hangzott el az eseményen. Iskolai és turista csoportokat is fogadnak ezentúl Lengyel-Tótiban, köszönhetően annak a három, összesen 40 férőhelyes vendégháznak, amelyet több mint 25 millió forintból újítottak fel. A beruházás részeként új munkahelyeket is teremtettek, olyan helyiek segítik majd a vendégeket, akiket eddig közfoglalkoztatottként alkalmaztak. Az épületek egykor a település elöljáróinak lakóépületei voltak, azonban már jó pár éve üresen álltak. A felújítás részeként inkább csak állagmegóvásra törekedtek, így szinte kórhű állapotában élvezhetik a vendégek a szobák és a környezet adta kényelmet. A vendégházak azonban a mai kor igényeihez alkalmazkodnak. A polgármester szerint a fejlesztés újra nyüzsgő életet hozhat a városba, a turizmus fellendüléséből az itt élők is profitálnak. Foglalkoztatnak embereket közfoglalkoztatásból, leasingeltek dolgozókat, akiket alkalmassá tettek arra, hogy itt akár recepciósként, konyhai vagy szobalányként foglalkoztassák. Nagyszerű dolog. A településen jelenleg 5 közfoglalkoztatottnak tudtak a fejlesztéssel éves állást biztosítani, akik örömmel vállalták az új munkát. 2 gyerekem van, és őket mindenképpen minden reggel el tudom látni, délután is haza tudom őket vinni az iskolából, és mert helyben vagyok. Az ünnepélyes megnyitón a pénzügyminisztérium helyettes államtitkára hangsúlyozta, példaértékű a lengyel-tóti fejlesztés, és a törekvés az, hogy országosan is ehhez hasonló beruházások valósuljanak meg, és egyre több hátrányos helyzetű munkavállaló juthasson biztos jövedelemhez. Magyarországnak a legtöbb régiójában, megyéjében már alapvetően munkaerő tartalék, csak a hátrányosabb helyzetű munkavállalók között van, így a gazdaságfejlesztési program forrásait is igyekszünk afelé irányítani, hogy a vállalkozások ezt a réteget tudják bevonzani az elsődleges munkaerőpiacra. A GINOP keretén belül több mint 500 milliárd forintot fordítunk munkaerőpiaci képzésekre, munkaerőpiaci szolgáltatásokra, ebben a ciklusban eddig több mint 450 000 főt sikerült már elérnünk ezeknek a támogatásoknak a segítségével. A 2014-2020-as gazdaságfejlesztési program több mint 2500 milliárd forintos kerete teljes egészében felhasználásra került. Az összeg több mint fele, 1500 milliárd forint már el is jutott a vállalkozásokhoz. Hamburger vaddisznóhús pogácsával, szarvasból készült tépet húsos szendvics, vaddisznóhús vadasan, mindez a pécsi kertvárosi ANK iskolásainak tálalva. Ebbe az oktatási intézménybe érkezett az az akció, amely a vadból készült ételeket akarja megismertetni a gyerekekkel. A vadhús zsírszegény, biológiailag magas értékű fehérjeforrás, ami nem tartalmaz például gyógyszermaradványokat. Ennek ellenére kevés kerül ebből az asztalokra, pedig lenne miből.
Érkeznek az általános iskolások a PGANK-kel színház termébe szerdán. Itt várták terített asztalokkal a fiatalokat, hogy bemutassák nekik, mennyire finom ételek készülhetnek a vadhúsból. A gyerekek legtöbbje elsőként a hamburgert kínáló asztalhoz ment. Vaddisznóból készítettük az ételt. A hamburgernél arra kell figyelni, a vaddisznóhús teljesen át kell sütni. Tehát teljesen más technológiával készül a hamburger a vaddisznóból, mint egy átlag étteremben vagy egy hamburgerezőben, hiszen amellett, hogy rostlapon megsütjük, utána több fázisban többször át kell sütni a húst, hogy teljesen tökéletes legyen. A promóció mellé állt az Agrárkamara is. Az unión belül lehet, hogy nálunk a legkisebb a vadhúsfogyasztás, 0,4 kg-ot fogyaszt egy magyar átlagember, de ha ebből még levesszük a vadászokat és a családjait, akkor ez a szám még kisebb. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt mindenféleképpen egy kicsit népszerűsítenek el. Gasztronómiai értékben is igen magas színvonalat képvisel a vadhús, élettani hatásai is nagyon jók az emberre. Így akár a közétkeztetésbe is bekerülhetne a vadhús, mint alapanyag. Erre törekszik a pécsi város vezetés, és mondja az alpolgármester. A pécsi közétkeztetésben napi szinten étkező gyermekek, iskolások, alsó és felső tagozatosok helyben termelt és jó minőségű élelmiszerhez jussanak, és megismerkedjenek olyan ízekkel is, amelyek lehet, hogy az otthoni konyhaasztalra is viszonylag ritkán kerülnek. A vadhúsok azt gondolom, hogy ebbe a körbe tartoznak. Szerdán 100 gyermeket vendégeltek meg az ANK-ban. Egyébként Baranya megyében évente 1,2 millió kilogramm vadhús kerülhetne az asztalokra, iskolai menzákra. Azonban ennek 90%-a külföldre kerül. Akadálypálya, kézigránát dobás, lövészet, többek között ezeken a kihívásokon kellett megfelelniük azoknak a középiskolásoknak, akik részt vettek az országos haditorna verseny Baranya megyei döntőjén. A Magyar Honvédség 2013-ban indította útjára a haditorna versenyt, melynek megyei selejtezőit követően a legjobb csapatok az országos döntőn mérhetik össze erejüket. Az elsődleges cél, hogy a sport eszközeivel népszerűsítsék a honvédelem ügyét úgy, hogy közben fejleszteni tudja a fiatalok készségeit, erkölcsét és fizikai képességeit. Milyen tüzelésítés? A katonai Totó kérdéseire keresik a választ a pécsi református gimnázium tanulói szerdán a Mecsextrém Parkban. Itt tartották a katonai haditorna megyei döntőjét. Tisza Péter is a refis csapat tagja. Azt mondja, dinamikus és statikus kört kell teljesíteniük. Dinamikus részben az ott az erőlét és az állóképesnek a fejlesztése, ott futástól kezdve különböző akadálypályák, akkor egymást hordani egy hordágyon, gumihúzás, tehát ezek nagyon-nagyon kreatív feladatok. A statikus rész ott inkább az észre van szükség, illetve kicsit az ügyességre. Ott van lövészet, akkor van kézigránátdobás ilyen kis makettekkel, akkor totó kitöltés, úgyhogy az is egy jó rész, de ott inkább ilyen a leleményesség számít. Már 4 éve versenyez ez a csapat ezen a megmérettetésen. Tanáruk azt mondja, teljesen igénybe veszi a verseny a fiatalokat, ezért jól kell teljesíteniük minden szinten. Fizikai képességekre és igazából szellemi tudásra is, tehát az, hogy katonai teszteket kell végezni. A gyerekeknek mindig információt bőségesen adnak, nagyon színvonalos az egész esemény, és hát sajnos most még nem jutottunk be az országos döntőbe, de nagyon igyekszünk. Sok csapat van, tavaly 4. lettünk, előtte 3. Nem tudom, hogy idén hogy fog sikerülni. Minden megyéből egy csapat és egy főváros együttes jut az országos döntőbe. Cél, hogy megmutassák a katonai élet kihívásait, kedvet csináljanak ehhez a hivatáshoz. Olyan iskolákba tanulhatnak, amelyek a kadét programhoz csatlakoztak, olyan iskolákba tanulhatnak, amelyek akár katonai szakközépiskolák, és majd a szakközépiskola elvégzése után azért jelentkezhetnek akár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karára, de akár a pécsi tudományegyetem is tanulhatnak úgy, hogy csatlakoznak közben az önkéntes területvédelmi tartalékos egységhez. Ezekről is tájékoztatást kapnak a fiatalok a verseny során. Idén 18 baranyai csapat vett részt a megyei döntőben, csapatonként 4 fővel. Összesen 16 középiskolából érkeztek nevezések Baranyából. Az országos döntőt tavasszal tartják. 8-an indulnak a polgármesteri tisztségért Őrtilosban. A Dél-Somogyi településen összesen 16-an mérettetik meg magukat az október 13-ai önkormányzati választáson. A helyiek azt mondják, ennyien még soha nem jelentkeztek az egy polgármesteri és a 4 egyéni képviselői helyre.
Hát nem tudok hozzászólni. Ilyen még nem volt Tilosban. A mindössze 480 lelkes délsomogyi településen meglepte a helyieket a sok polgármester jelölt. Jó, hát választani lehet akkor. Az őrtilosiak a bőség zavarával küzdenek, összesen 16-an méretetik meg magukat az önkormányzati választáson. Van, aki csak képviselőnek, más polgármesternek is indul. A település vezetői tisztségért 8-an küzdenek. Az október 13-ai helyhatósági választáson 395-en voksolhatnak majd. A 8 polgármester jelölt között van a település jelenlegi első embere is. Mindig volt néhány ellenfele, de ennyire még ő sem számított, mondta a helyi kisboltot üzemeltető településvezető. Rengeteg. Sok. Majd eldöntik. Az az igazság, hogy az lesz a legnagyobb probléma, hogy lehet, hogy sok rontott lap is lesz, mert nem figyelnek végig, és lehet, hogy egyet többet húz be, lehet, hogy lesz olyan, aki abszolút el sem megy, mert azt mondja, hogy ő nem akar ennyi között itt most lavírozni, nem tudjuk, mit hoz a 13-a. Nem csak őrtiloson szállnak harcba a polgármesteri székért, egy másik Somogy megyei településen, Kaposfőn is 7 jelölt neve szerepel majd a szavazólapokon. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Napelempark, közel 150 millió forint állami támogatásból fejlődött Sárpilis. Halálos baleset, Úszd belterületén gázoltak el egy idős férfit. Bátorság napja, a legkisebbeket várják a most induló gyermekprogramba. Tanévnyitó, több száz gyerek tudása bővül a múzeumban. Pénteken nyugodt őszi idő várható, de nem lesz zavartalan a napsütés. A délután második felétől fokozatosan vastagodó fátyol felhőzet takarhatja a napot, de csapadék nem valószínű. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!